Miután a bandás feltekerés és a bemelegítés megtörtént, a vizsga következő pontja az, hogy tudjátok bemutatni a legfontosabb alapelemeket, nyilvánvalóan azokat, amelyek később szükségesek lesznek ahhoz, hogy ökvívó mérkőzésen részt tudjatok venni. Az első, amit meg fogunk nézni, az egy alapállás lesz, amelyet természetesen minden versenyzőnek tudni kell felvenni. Péter, lássunk egy alapállást. Az alapállásból való elmozgásokat nézzük meg előre, hogy kell elmozogni. Hátra, jobbra, balra. Az elmozgásoknál látható, hogy mindig azzal a lábbal lépünk, amelyik irányba megyünk, a másikat húzzuk utána, így a nagyon fontos, hogy alapállásban felvett stabilitás a mozgás során végig megmarad. Az elmozgás után először egy helyben, kilépésből és visszalépésből tudni kell megütni az első egyenest fejre, hátsó egyenest fejre, első egyenest testre, hátsó egyenest testre, első horgott fejre, hátsó horgott fejre, első horog testre, hátsó horog testre, felütés testre, első kéz, felütés testre, hátsó kézzel, felütés fejre, első kézzel, és felütés fejre, hátsó kézzel. Az ökvívó küzdelemben nagyon-nagyon fontos az alapállás, hiszen mégiscsak egy stabil alapállásból lehet biztonságosan ütést indítani, védekezni, vagy éppen elmozogni. És mint ahogy mondtam, az elmozgás is nagyon fontos, hiszen ezzel taktikai elemként elkerülhetjük az ütéseket, helyzetbe hozhatjuk magunkat. Nézzünk először kötélnek háttal elmozgást jobbra, balra, és irányváltásokkal, elmozgás irányváltásokkal, mivel megzavarjuk az ellenfelet, kevésbé tudja lekövetni a mozgásunkat. Most nézzünk egy olyan mérkőzés szituációt, amikor az egyik versenyző elmozog jobbra, és a másik versenyző pedig követi a mozgását. Ez úgynevezett terelés, ahol végig ott vagyok a versenyző előtt, és próbálok mindig elé menni, nem pedig utána sétálva követem a mozgását. Nézzük ezt fordítva, cserével, cseréljetek helyet, és nézzük meg több irányváltással a sarok környékén, több irányváltással. Itt is a versenyző próbálja kikövetkeztetni, hogy milyen irányba mozog el az ellenfele, és végig előtte marad. Ez az ellenfél terelése.